két mottója van a darabnak, az egyik Homérosztól. Asszonyok őrjítője, bevarrott, légy kegyes. És mi költők véletkezdjük a dalt, s végezzük, a téged elfeledő nem is emlékszik soha ünnepi dalra. És most üdvözlégy, Dionüszosz urunk, s veled együtt édesanyád Szemelé, ki Tűóné néven is ismert. A másik mottó pedig az én imádott dramaturgom már nem él velünk, vagyis bennem él, de nem él a földön. Fodor Gézának a legkedvesebb József Attila vers részlete volt, én legalábbis úgy vettem ki. Ő gyakran mondogatta nekem, és ezzel a darabbal kapcsolatban azonnal. Majd a kiontott vértócsa fakó lesz, és mosolyra fakaszt mind, ami ma bánt. Majd játszunk békés állatok gyanánt, és emlékezni, és meghalni is jó lesz. És a szereplőkhöz a következő van írva. Kozma, 33 éves ember, ha igaz, mármint az igaz, hogy ember, én, egyébként én voltam 33 éves akkor. Továbbá, Böbe, 46 éves özvegy elvtársnő, ha igaz, Csilla, 24 éves anyja-lánya, ha igaz, Hédi, 32 éves, friss özvegy, ha igaz. Továbbá, a tragédia áldozatai. Történik 1980 táján, Magyarországon. Szín, zárt üdülő strandhelye, közvetlenül a Balaton partján. A napfénytől csillogó szürke homokpart, a bárányfelhős, kék horizont alját takaró, 2-3 méter magas téglafalig ível. Tetején tüskés drótcsövény. Hátrébb a szín közepén személyszállításra alkalmassá tett rozzant katonai terepjáró teherautó vesztegel, kerekei sebesen túrják a port, anélkül, hogy a kocsi egy centit is előre haladna. A platón elhelyezett fémpadokon 15-20 ember üldögél a legváltozatosabb téli-nyári, sőt éjszakai öltözetekben, munkaruhában és pizomában és pongyolában és téli kabátban. Látszik, úgy ültették fel őket, ahogy épp találták. Még arra sem hagyva időt, hogy átöltözzenek. A tehetetlenül egy helyben rázkodó teherautó őrületes zajt csap. A szín előterében három nő napozik, mesztelenül, fotellé alakítható gumimatracokon. Pilláik lehúnyva, egyikük orrán kicsi falevél. Mind a három nő saját korosztályának gyöngye. A legfiatalabb azonban sok dioptriás szemüveget visel. Mellettük homokba furt napernyő alatt, jeges vödrökben, svikend hűtőtáskákban finom italok, olcsó és méregdrága márkák vegyest, továbbá metszet, kristály és fogmosó poharak, krémek és tubusok, s mindenféle más, meglehetősen harsány ízlésre való női piperholmi. A pokoli autót üdülésük természetes hátterének tekintik. Mondjuk, mintha szélzúgna. Cseppet sem zavartatják magukat, szétdobált tagokkal, lehúny szemmel napoznak. A kép fölöttébb valószínűtlen, tökéletesen zárt tér, ide nem is tud bejönni egy teherautó, csak egyetlen keskeny kavicsos ösvény vezet ki a színpadról, fölfele balra, a hőség rekkenő. Kozma, a sofőr, leállítja a motort, csend, kicsapja a fülke ajtaját, leugrik, körülnéz, látja, amit lát, kiköpi a szájából a csikket, újságpapírba csomagolt elemózsiáját, az árnyékba került, motorház tetejére csapja,
Sietség nélkül hátraballag és kiakasztja a plató mindhárom oldalát, döndülve vágódnak az alvászhoz. Ez egy erős hang, amikor ott a halálos csendbe áll. Aztán felül a motorház tetejére, és mielőtt moccanatlan arccal kicsomagolná reggeliét, vagyis itt egy nagyon sokáig mozdulatlan, maszkszerű arcot látunk. Én Cserhalmi Gyurit szerettem volna ebbe a szerepbe látni, hogyha ideálisan ki lehetne ott volna osztani. Hosszú hegye, hát az akkor itt természetesen, aki akkor körülbelül annyi volt. Hosszú hegyeset sercint, majd zakója zsebéből újságot húz elő, és evés közben olvasásába mélyed, mint aki előre unja az egészet. Na most a tragédia áldozatai, akik ott föl vannak ültetve, valójában ma már tudom, mind rögtön halottak lennének, vagy valamiképpen olyan zombik, akik a haláltusájukat vívják, és nem nagyon beszélnek. Ez egy ilyen Bob Wilson színházat, valami mozgásszínházat igényelne, és semmi vicces nem lenne benne. De egy idő után az lenne az ember érzése, hogy ők nem is emberek, vagy nem biztos, hogy azok, holott nagyon naturálisan emberszerű ruhákban vannak, csak azt lehet látni, hogy az, aki ezt tette velük, az azt csinál velük, amit akar. És ezt nem is tudom hirtelen, vagy a darab elején, vagy közben teljesen elcsendesednek. A darab nagyobbik részeiben hullák között játszódik az egész darab. És én most oda mennék, ahol először megszólalnak a lányok, azt tartom érdemesnek olvasni. Böbe. Hol a kakaóvaj? Hédi, azért figyelek, folytasd! Hédi, fölül. Itt nincs. Nem a lányodná? Böbe. Csilla, mucikám, kenj le! Csilla. Feláll, állandóan ugráltatsz. Keni az anyját. Böbe. Szeretem az ujjaidat. Isteni a nap. Micsoda szerencse, kifoghattunk volna két esős hetet, és ez az áldott csend. Ki fogom pihenni magam. Barna bőrű hableány, bája bűvöl Pest Budán, s bárha gyönyörű karja bronz, dudolászva tekereg, jól érzi magát, kicsit be van csicsentve. Hédi. Ez csak a szél, az előbb is. Ez a zúgás? Böbe. A szél az egészben a pláne ma, azért nem hoztam ki a rádiót. Kell a természet, meg a háttér. Nizzába éreztem magam így. Gyerekek, az a Nizza. Csilla komoran artikulál. Nizza. Böbe, mit szólsz rám? Nem mindegy. Csilla, nem? Böbe. Még? Csilla, már csurogsz, fordulj hasra. Böbe, hasra fordul a böbe, baba, hup! Kenj. Hedikém, hol is tartottál? Valamit elkezdtél? Teljesen meghűít ez a nap. Itt valahogy egy kicsit a Kozma felé kéne játszania. De viszont fincsi. Szóval... Ők úgy tesznek, vagy úgy van, inkább úgy van, bocsánat, hogy nem látják a palit, de valahogy mégis valamit éreznek, ezt végigjelzik is. Hédi, szédül. Már egészen kiszáradtam, én nem is tudom, ilyetten a nyakát tornáztatja. Háj, ezért most mit mondja? Böbe, Csilla, cica, adjál neki pesgőt, te is ihatsz. Lányok, nem leszünk majd kicsit sikerek? Barna bőrű hableány, vár a bűvöl Pest Budán, ásítva. Jézus Mária, Szent József! Visszadől napozni. Csilla a napernyő alatt töltöget, tálcával a kezébe visszatipeg, a talpát égeti a föld, csend. Csilla a csaj, az a fiatal csaja, vagány csaja.
Belevaló fiatal csaj. Meddig tartsam? Böbe. Fölriad. Ígyunk, igen, ígyunk! Kicsit szét vagyok. Utána a Hédi folytathatja, imádom a Hédi dumáját. Vagyis, bocsánat, szóval nem akartalak megsérteni, hát nem a dumádat. Na, antyalá! Hédi, zavartan. Kontyalá. Csilla. Kontyalá. Isznak, hátradőlnek. Itt megint egy kicsit mocorognak a halottak, de ezt mondom, nem szavakkal kellene, és nem ittam meg. Aztán ők valahogy úgy érzik, mintha nagyobb szél jönne. Mindig az volt az elképzelésem, hogy a kétfajta mozgást és világ, az egyik beszédvilág, a másik mozgásvilág, de valahogy akkor, amikor a mozgásvilága, halottak világa mozog, akkor a beszélők ezt valahogyan, valamilyen szinten, ahogyan a tudat előttes betör a tudatba, valamennyire hat rájuk, és valamit másképp mozognak. Különben nem. Az egész nem mesterkért, nem akar semmit se csinálni, csak a nézőnek kellene, hogy legyen egy olyan érzése, hogy lehet, hogy ez összefügg, ezt nem értem, nem baj, de van érdekes. Jól néz ki. Böbe, felül. Hédi, te jössz! Csilla, ne nyaggasd, Hédi. Nem nyaggat! Csak kérdeztétek, hogyan halt el a férjem. De hát olyan nevetséges. Felkönyököl. Böbe. Ja, persze, a Béla. Szegényke, szegényke. Csilla, ne figyelj, anyura, berúgott. Böbe, kirúgott be! Csilla. Szóval ott hagytad abba, hogy az április 4-i légiparádén, amikor a nagy füst szétoszlott, Böbe adonászik. Dehogy is ott hagyta abba, hogy faluról jött káder, fejtágítón ismerkedtetek össze, nem tudott kefélni, semmi előjáték, te meg még kis tapasztalatom pucika voltál. Csilla, anyu! Majd ő elmondja. Böbe. Akkor mondja! Kibont egy körömlakkot. Hát mondja, csak hallhatnám. Hédi. De hát ez mindig az. A Goli küldött továbbképzésre, mint kis kultúrfelelőst, ismerkedési esten felkért, 2 hét múlva meggyűrűzött, levitt az anyjáékhoz, disznót vágtak, ott volt a lakodalom is, ő meg azonnal kapott pártunktól egy lakást Pesten. Gorki fasor közepén. A munkásszállóból költözhettem egyenest szépen oda, csak a konyha akkora, mint egy táncterem. Most is akkora. Megvan! Enyém! Csak hát valahogy nem jött össze a téma. Érzelmi szinten bajok voltak, na. Este hazajött. Kizárólagosan öltönyt hordott, szervusz anyukám, fenekemre csapott, az volt nála a vicc. Otthon tartott, főzni kellett, dolgozni nem kellett, mindenáron gyereket akart, de hát nem tudott gyereket, akárhogy akart, nem bírt. Már a végén könyveket olvastunk, hozta Jugóból, képes, illusztrált, izélőbuk. Iszik. Aztán meghalt. Tűnődik. Lehet, hogy én voltam a rossz. Esténként szedegettem az öltönygalériáról a korpát, minden egy áldott este, az ágyba éjszakára kakaót kért, de úgy, hogy csurig legyen benne a cukor. Tévé előtt nézegette a menetrendet zárásig. Hát szóval, legyingett, zavartan elnéz, szédüleg. Csilla. Mit nézett? Hédi, a vasúti menetrendet, amit a MÁV ad ki, azt. Azt, hát szóval, Böbe lapozza a körmét, van az úgy, férfiaknál. És aztán, Hédi. És aztán most tavasszal ünnepkor, már mint felszabadulásunk napján,
mint karhatalmista vezetőnek a Dunaparton ki kellett neki vonulnia, irányítgatni a rendet a parádén, már hogy irányítgatni az elvtársakat, csupa balfácán mondani se kell ki, merre menjen, mindig is panaszkodott rájuk a Béla. De már vége is volt a nagy hadszárénak, amikor délután 3-kor, tök üres rakparton, hogy minek állt meg ott, én ma se értem. Főszaladt a járdára egy 20 tonnás kamion, pedig más autóval nem is járt, úgyhogy előzési igény nem volt. Hát szóval, most itt megint egy kicsit lapozgatok, ezek nem ők beszélnek, hanem rosszul a kórus, de aztán, amikor azok, na még itt van az, ezt szerettem a legjobban a Pesti Színházi előadásból, ez a Horvainak, nem, az én ötletem volt, de a Horvai megengedte, ami abban az időben hihetetlen merész dolog volt, hogy egy 6 éves kisfiú, aki nagyon tisztán énekelt a rádió kórusából, elénekelte a következőket. Mint hogyha egy látomás lenne 20 évvel előbbről, amit a Kozma ott egy közös mozgás ide mutat a nézőknek, akik a kar szerepét játsszák végül is, mint maguk most. Drága föld, szülő hazánknak földje, drága kőnél drágább kincset ád, nincs a földön gazdagabb, szebb ország, minden ember érzi, hogy szabad. Kozma lapoz egyet az újságból. Volt nagy állami temetés, mi? Ezt a bőbe mondta. Hédi. Volt. Káronoztak a munkásőrök, sort lőttek, egyre többet iszik. Kivonult a tévéhíradó is, mutatták a harmadik kiadásba, katonai tiszteletadás mellett. Szörnyű! Sírva fakad. Csilla. Na, most már elég. Unatkozom. Keresgél a napernyő alatt, bár tudni mit. Hát én tudom, de nem mondom meg maguknak. Böve. Ez mindig unatkozik, édes lányom. Erígy a büdös francba, nekem itt ne várd a pofákat. Menj be a társalgóba, ott már minden húzat olajos a valagattól. Kíváncsi vagyok, mikor fog szólni a gondok. Csilla. Add ide. Böve. Nem adom. Csilla. Megígérted. Böve. Nem ígértem semmit. Csilla, azt ígérted, délután ide adod. Böbe, még nincsen délután, menj be a vízbe. Csilla, add ide, vagy megöllek! Széthasítom a... Leröklek! Megfojtlak! Kötőtűvel! Fejjel lefelé! És vél téglát a pofádba! És a körmeidet is... Elevenen! És a beléden, és leöntlek, és megruglak, és... Böbe, és? Na? Mit tudsz még mondani a jó édesanyádnak? Csilla, add ide, vagy azonnal hazautazok. Böbe. Hova? Mit adjak? Csilla, tudod-e azt? Böbe, nem én, fogalmam sincs róla. Csilla, meghalok, hát értsd meg, meghalok! Böbe, haj meg, ha ráérsz. Csilla, te meg velem együtt. Böbe, majd, ha fagy, hó lesz nagy. Csilla, közbevág. És erre szalad csicsereg a kis elefánt, tudod? Böbe, na jó, hogy tudod még, hát nem tanultad, hogy ne tudnád. Gyere ide! Te kis világjáró, minden itt jó, de a legjobb az anyád. Kapsz egy puszit és végeztünk. Anyádhoz? Részeg. Csilla. Hirtelen megcsokolja az anyát. Ide adod, mond! Böbe, várd ki az estét. Te adtad oda, te kértél, megbeszéltük, nem? Csilla. Felnőtt ember vagyok, mit parancsolgatsz itt? Hogy képzeled, én már nem vagyok magyar?
Bövet. Spiccesen haudázik. Hát az biztos. Nem is kívánja senki. Hédihez. Te meg mit bőgsz folyton? Ahelyett, hogy örülnél. Nem is értlek. Te buta. Komolyan. Hát most már megszabadultál, benne vagy a kézbe. Hát most már mindegy. Magad lánya. Arra csalinkázol, amerre akarsz. Ott a kocsi. Ott a sofőr. Akarod meg, kúr? Ők, kúr? Hédi, tessék? Csilla, hát ez egy állat. Ez egy állat. Bőbe, oda csap. Hallgass, természetes szükséglet. Hédi ez. Valaki, kúr? Hédi, ja, nincs, nincs. Bőbe, ne hazudj. Hédi, ilyetten nincs. Bőbe, nekem se. Csilla sikítva nevet. Bőbe, iszik. Pedig az rendbe hozza a bőrt, ugye tudjuk, nincs több pattanás, nem rügyezünk. Hédi mélán. Nekem a hátamon van itten két-három. Hátra nyúl, megpróbálja keresni. És ez nagyon hasonlít ahhoz a mozgásukhoz, amit ott a haldokló zombik művelnek. Bőbe. Na látod, azért van. Ne félj, anyám, majd itt az üdülőbe találunk. Hát, vagy nem találunk. Úgy duzzadnak a fecskegatyák. Talált ki, hogy én már találtam-e. Nézd rám. Úgy nézek ki? Hédi. Itt. Találtál. Csilla. Ha nem adod ide, azonnal elutazom. Bőbe, pofán csapja. Szunyog volt, a viszont látásra takarodj innen. Meg ne lássalak! Csilla összekapkodja a holmiát. Felülök az első gépre! Bőbe. Épp ideje lenne! Parazita! Csilla kirohan. Bőbe. Most aztán lenyugszik szépen a tusolóba. Nélkülem meg se tud mozdulni a prüntyi. Meglátod, majd visszagullok mindjárt, és aztán újra kuncsorog. Hédi, de hát miért? Bőbe, miért? Pénzért. Pénz kell a csini babának. Hédi, annyira nincs neki? Bőbe, a Nyugat-Berlin se fenékig telj föl, anyám. Mit gondolsz? Ott nem dívik magyar munkamorál. Ott a prüntyikéknek nem terem dió. Hédi. Dió? Bőbe. Á, nem szövegtéma ez, Hédi, nem is akarok róla beszélni. Különben is örülök, hogy végre hazajön. Hogy egyáltalán haza jöhetett. Hédi a lábával rajzol a homokba. Érdekes, azt hittem, most érti meg az egészet. Hűha! Vagy húha, kis csend, bőbe. Na látod, te liba! Hát beengednék ide különben. Egy ilyen Isten áldott a tehetség, akiből minden lehetett volna. Akarta magának az úttörő szövetség, megnyerte az indiai gyerekrajzfesztivált, szépen népi táncolt, kivitték a vitre, kis vonalon mozgott, gyönyörűen szavalt, szervező zseni volt, beirattam a közgázra, ő meg kirohant egy hülye után, egy nyíkhaj után, mert beleszeretett az ellenforradalmi faszába. Hagyja magát tönkretenni, kifosztani, lezúzni. Alig tudtam hazahozatni tavasszal. Hédi. Jé, nekem a prüntyike mást mondott. Bőbe, mit? Hédi, hát hogy megijed. Öngyilkos lett neki a férje odakint, azért jött csak haza, látogatóba, pihenni. Bőbe. Hát, az is éppen igaz, abban nem hazudott. Iszik. Tényleg öngyilkos lett, idegbeteg ember volt, egy idegbeteg jogász, és gitárénekes. Csak előbb tönkretette a lányom életét. Összekuszálta, nem tud beszélni. Hédi, de nem valami költő?
De nem mindegy. Himringyó. Egy ellenzéki tetű. Balhé Jancsi. Megfertőzte a lányom, tele van ideggel. Hédi. Szóval nem igaz. Elfordul. A holtak fele néz, de mintha semmibe. Böbe, micsoda? Hédi, hát semmi. Böbe, azt én nem mondtam. Azt én nem tudom. Akarsz rögni, Hédi, egy jó nagyot? Teátrálisan. Nem vagyok róla tájékoztatva. Nem áll velem szóba a kisasszony. Bilinyós, bír van. Hédi beteg? Böbe, ágyam, semmi baja, nem hülyébb, mint te. Hédi könnybe lábad, ezt te most nekem mondtad? Átöleli, édes kis szívem. De jó, hogy téged, hát én már megismerhettelek. Nekünk nagyon nehéz, anyukám. Böbe, tele a hócipőm ezzel a prüntjivel. Most már talán érted, Hédi. Hát az biztos, néha nagyon szemtelen. Drágáról is beszél, amit nem szeretek, iszik. Böbe, elzsüllött ez a csilla. Már négy kézlábon annyira jutott. Tudod miért? Hédi, miért? Böbe, azért, mert Zabi nagyot csap a földre. Hédi, Zabi, Csilla. Csilla persze, krémetken az arcára. Csilla hát, mert csillár alatt készült a parlamentbe. Egy íróasztalon. Hédi becsípve kuncog. Erzsi, ne! Na ne, hát Erzsikém, hát már te... Böbe, de bizony, úgy ám. Csak te ez nagyon fiatal vagy. Még azt is elmondhatom, hogy krémezi magát, állandóan nincs meg elégedve a bőrével. Szerettem az apját. Bár jóformán nem is ismertem. Vékony kis szemüveges ember, kiugrott pap, azután miniszter, hát van az úgy. Azokban az időkben, meg hajjaj. És szerelmes volt beléje az összes gépírónő. Én voltam a plusz. A gyorsírója neki. Akkor már nem tudtunk kimenni a házból, mert lőttek. Magyarok ruszkikra, ruszkik magyarokra. Hát túl vagyok én már nagyon ezeken. Ültünk egymással egész éjszaka, az íróasztal egyik oldalán ő, a másikon meg én. Le se ért a lába a földig. Miniszteri karszék, mik történtek itt, atya ég? Tiszta veres volt már a szeme, mint a fehér nyúlnak. Szerintem nem aludt az több, mint egy hete. Tán akkor már le volt tekeredve az egésztől, én pláne. Nagyon is. Friss káder, egyenest a tanyáról, szemét kosárba hánytam. Most nem részletezem. Hajnalban az asztal alatt érzem a kezét. Te Hédi, azt hittem tapogatni akar, hát miért ne? Csak tapogasson, tessék. Én is bedugtam a kezem az asztal alá, és akkor... szaloncukrot nyomott a tenyerembe. Novemberben. Mikor már bevonultak az oroszok. Kicsi piros szaloncukorkát. Hopnad! Miért? Az ölébe másztam én, fiam, egyből, onnan meg az asztalra. Hédi, és? De mit és? Megkapta a magáért. Megérdemelte. Két év múlva. Zárt tárgyaláson. Megkapta a magáét! Hédi, azért, mert téged? Bambás szegény kis csilla, fénygyul az agyába. Mit érdemelt meg? Böbe, azt, hogy felakasszák, azt érdemelte meg. Semmi más nem érdemelt. Kozma fölálló.
ahol áll. Leönti magát a csaj vízzel és üvölt. Mit érdemel az az ember, aki volt paplétére rákergeti a bolond népet a tankokra, kérlek szépen. Statárium alatt is ellen agitál. Nyitott gépkocsiba hősködik, megafonon át lázít, mikor már abszolút de mindenütt kus van. Mikor már csak kusnak szabad és jó lenni. Hogy tanulhassunk végre a hibákból, hogy itt ne folyjon ki több gyerekvér, hát tizenéves gyerekek ezrivel robbantak fel, molotovostul, mindenestül, hogy mi itt mostan strandolhassunk, ismerkedhessünk. Bécsbe szaladgálnak szagosított vécepapírért, hát már ki se kell menni, már azt is idehozzák. Elveszti a fejét. Már mindent idehoznak, a butik szoknyát is, a faszom apját is, szétduran a nagycsarnok a hústól, ide jár a béketábor zabálni, még a nyugat is. És zabálhatnak, amennyi belefér, jut is, marad is. Ennek is ő az oka. Ő vadította idáig a dolgokat, csak nem tudhatta a baromja. És be nem állt a szája. A pop, és be nem állt a pofája. Hiába könyörögtek neki a központból. Hát fia, újra miniszter lehetett volna. Ha okos, de paraszt volt. Kispap, szubjektív idealista, kommunista. Átgázul a hullákon, a teherautó falát döngeti dühében. Dionysos ránéz. Egy kis nyápisz bolsi mit ugrál? Itt a szocializmus akarna fölépülni. Visszajön, iszik, el van ázva. Fel is fog! Isten az atyám! Ő meg ugye rohadjon el a földbe. Azt se tudom, hova temették. Senki se tudja. Csak a jó Isten. Meg a titkára. Hédi. Ki az a Molotov? Böbe. Ez nagy röhegés volt körülbelül 80-ban. Böbe. De csak napozzá, Hédi, naposztassad a tested. Csilla lépkedben esztelenül az ösvényen, mindkét kezében hatalmas adag fagylalt, de mintha nem is tudná, hogy mit tart a kezében, arcán üdvözült mosoly, áll, csend, nagyon be van állva a lány. Csilla váratlanul felkiált, kikér! Hédi felpattan, Jesszus Mária, mint valami macska. Izé, ezt csak úgy mondtam. Mi újság van arra felé, már úgy értem a büfénél, ezt lehet most kapni? Csilla nem válaszol, csend. Böbe, nem akarsz a helyedre visszafeküdni? Csilla nem válaszol, csend. Prüntyi, szórakozol? Mi a helyzet? Jó érzed már magad? Tetőn vagy? Mégse utaztál el? Hol jártál, báránykám? Meséljél anyucinak valamit, már ki vagyunk éhezve. Mi történt? Hédi, úgyis unatkozunk, tényleg, dobjál egy témát föl. Zavartan visszaült, Csilla áll, a fagyla csorog, nem néz rá, Böbe háttal, leunt szemmel. Nekünk is adhatnál. Hédi, hagyjad, Erzsikém, nekünk ő úgyse ad. Pedig lecsurog, ennyi prünki, legalább nyalhatnád. Böbe, nehogy adj! Hédi, miért? Böbe, kinyitja a szemét. Azt adja meg neki az Isten, hogy akár véletlenül is adjon valakinek. Akkor rendőrt hívok. Hédi, rendőrt? Érdekes. Megint elnéz a hullák felé, mint mindig, mikor nem érti az egészet, de ott nem lát semmit. Csilla. Ki kér? Hédi, nem kérsz egy kis fagylalt pakolást? Elegyengetném rajtad. Te magyar vagy? Hédi, hogy érted, édes? Csilla, hát csak úgy. Járda alatt osonsz, lerágod a szalonnabőrt, gondolkodik, ebéd után elbefögetsz, átfutod a Népszabadságot, vagy a Nőklapját. Aztán beülsz a kádba, és csak úgy kiázol, csak úgy pihensz.
Aztán jön a fagylalt. Hédi fagylalt. Böbe, hát erről van szó, anyám, ez a tragédia, mondja Hédinek. Hédi, nem tragédia az én még Csillához álkacagással. Te fagylalt szoktad tele bepakolni magad? Egy kis kozmetika, ez megy a fiataloknál? Használ? Csilla, használ. És ez a divat. Hédi keblére és a hátára borítja hirtelen a fagylaltukat, aki sikong, de nem esik neki rosszul, nagyon el van ázva, mindjárt kezdi elkenni. Hédi spiccesen sikítgat a fagylaltuk alatt, tekergeti a derekát. Ez most a divat. Ebbe jár most Párizs és Csepel. Nagyon hideg. Nem, ezt, bocsánat, Csilla mondja, csak ugye, tehát akkor előről, hogy jársátok Csillával. Ez most a divat. Ebbe jár most Párizs és Csepel. Nagyon hideg. Nagyon jó hideg. És megsokkolja a gerincet. Az Amanda Lear is minden nap megcsinálja. És az összes német tévében mondó nő. Bőszülten Ken már, őszintén szólva inkább verekszik a Hédivel, aki teljesen ártatlan. Meg a magyarok is! Mindenki a világon hűti magát! Hűti magát! Keresi a rokonait, és fázik. Túl sokáig naposztunk. Nyugalom, túl sokáig naposztunk. Nem lehetséges? Fel vagyunk forva. Le kell higgadni, nyugalom kell, jég kell, sok-sok jég kell, egész jégpálya, csak hogy ez ragad, tapad, magyar, lefolyik. Elsózták a fagylalt alapot, megkóstolja, elsózták a fagylalt alapot. Hédi, hehe. Böbö, felsír. Mindenkinek megvan a maga keresztje. Hédi tántorogva. Mé, ne hülyéskedj, direkten jó esik ebbe a dögmelegbe, pláne. Erzsikém, ne sírj. Csillához. Anyádnak nem adsz. Böbö felett, Csilla. Ki ez itt? Anyám. Anyám volna ő? Sós anyám? Hédi, Csillus, én csöpögök. Csilla, mindjárt lenyalom. Hédi elugrik. Kösz, lenyalni nem kell, majd én lenyalom. Nyalja magát. Fél. Vanília, eper, mi ez, csokoládé? Igyekszik eltáncolni. Böbe, külön is pájzolsz, mondja a lányának. Te kis szerencsétlen. Most fölölötted magad. Csilla, mi bajod, anya? Mi bajod, anya? Böbe, megcsókolja. Na, semmi, tényleg, semmi, semmi. Részegen magához húzza a lányát. Hédi, nézed meg ezt a lányt. Hát ezt érdemeltem meg az élettől. Ennyi, ami jár. Hívjam föl Budapestet. Prüntyi, szeretsz? Hédi, most mondd meg, mit csináljak. Hédi, ne csinálj semmit, nyolja magát. Tiszta, édes lett mindenem. Most kezd jókedvű lenni, most már teljesen részeg, és nem érdekli az egész. Mindenem édes. Édes vagyok, édes, én vagyok az éhes, én vagyok a császár, mesztelenül mászkál. Csilla, kitör. Anyám, én csak úgy szeretlek téged, mint a sót. Éhes kecske is megnyalja a sót. Sós kifli, sós fagylalt, sós Balaton. Itt minden csupa só. Úgy szeretnélek lenyalni, Hédi. Böbe, hagyd abba. Csilla, ég a belem, rotyognak a hurkák, mindjárt jön ki a csinnadratta. Ó, oh, no pasarán! No pasarán! Böbe, fúj. Hédi, mit mond? Csilla, hátultöltős automata légpisztoly. A nyelvét pörgeti, vált, józanan, bul. Nem kell megijedni, tiszta nő vagyok. Hédi, tiszta egy dili.
Törölgeti magát a kezével, törülközőkkel. Böbe, botrányt akarsz? Elvitesselek? Csilla, add ide. Böbe, hozzávág egy neszeszert. Nesze! Csilla, ebbe volt? Böbe elé borul, átöleli a lábát. Mamácska, mamácskám, édesanya, szemét vagyok, hálátlan, ne haragudj rám. Istenem, nem merek a szemedbe nézni. Tudod mit? Szökjünk át Csehszlovákiába. Hagyjunk itt mindent, ígyunk sört, kezdjünk új életet. Könyörgök, és gyakran pisú, csivuzsa bolje. Stoja meg új is jossz kazat. Kipér jössz nájúvá sem bolje. Na primér? Na kazat? Hédi, mit mond? Mit mond? Böbe, nem mindegy, kifigyel oda, hadd mondja. Csilla. Köszönöm, köszönöm. Édes vagy, érzem a zuhanást. A kezét csókolgatja. Prágába el, gyerünk! Minél hamarabb, amint lehet. Unom ezt a kormányzóságot. Böbe, elég. Már? Csilla, én mindesetre elutazom. Böbe, bár már látnám, bár már látnám. Hédi, hát engem kimos le. Ne szórakozzatok, mindenütt ragadok. Csilla, nehogy lemosd, táplálja a bőrt, csupa vitamin, magához szorítja a neszeszert. Ó, Prága, Prága, prágai tavasz, fölnevet. Aludni fogok. Elrohant.